Baranyi Linett. Közgazdaság, szállítmányozás, logisztika, kereskedelem, gépészet és informatika ágazatokban, továbbá hegesztő, festőmázoló, tapétázó, bolti eladó, valamint gépi forgácsoló szakmát tanuló diákoké volt a főszerep az est keretében. Papós András igazgatói feladatokkal megbízott igazgatóhelyettes stábunknak elárulta, hogy összesen 99 návaisnak tűzték fel a szalagot. A technikumi osztályaink eleve úgy jöttek hozzánk, hogy 5 évre iratkoztak be, most 12. végén leérettségiznek, de a szakmájukat, a szakmai vizsgán ők csak 5 éven kapják, a szakképzőiskolai osztályokban pedig most szakmát kapnak, és többen közülük maradni fognak egy 2 éves érettségi felkészítésen, és így a végén 2 év múlva érettségivel távozhatnak ők is. A szalagavató megjelenteket Lázár János is köszöntötte. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, azt kívánja a fiataloknak, hogy álmaik váljanak valóra. Emellett kitért arra is, a pedagógusok és a szülők egyaránt elismerést érdemelnek azért az áldozatos munkáért, amit a tanítványaikért, gyermekeikért végeznek. Egy polarizált társadalomban élünk, ahol egymásnak feszülnek különböző nézetek, különböző indulatok, meggyőződések, egyben azonban pártállástól, politikai meggyőződéstől teljesen függetlenül mindannyian egyetérthetünk ebben a teremben, hogy a szülőknek, az iskolának, a városnak és az országnak egy érdeke van, hogy a mellettem és mögöttem álló diákok mind kivétel nélkül sikeresek legyenek. A közönséget bécsi és angol keringőkkel örvendeztették meg a tanulók, köztük Boros Balázs és Rácz Viktória is táncoltak. Jó volt a felkészülés, szinte mindenki ott volt a próbákon, próbáltuk a legtöbbet kihozni ebből az egészből. Szerintem jól is sikerült, és büszke vagyok a páromra is, és az egész csapatra. Nagyon jó volt. Már nagyon vártam, meg egész nap idegeskedtünk, de végre most így túl vagyunk rajta. Aztán így nagyon jól sikerült szerintem, mindegyik tánc nagyon szép lett. Amit Anitának köszönhetünk, úgyhogy szerintem minden tökéletes volt. A rendezvényről készült hosszabb összefoglalónkat most csütörtökön Társalgó című színes kulturális magazinunkban láthatják majd 18 óra 16 perctől.